Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, amelyben egy újabb abszurd dolog nyomába fogunk elindulni, hiszen láthatjuk, hogy gyakorlatilag Magyarország kormánya is beállt azok mögé, a globalista tervek mögé, miszerint a készpénzt igyekeznek minél inkább kiszorítani az emberek hétköznapjaiból. De nézzük meg, mi van olyankor, hogyha a banknak adott pénzünk, vagy a banknál őrzött pénzünk tűnik el. Én köszöntöm Tuze Istvánt, ő lesz a mai beszélgető partnerem, ő fogja elmondani, amit a saját bőrén tapasztalt meg, hogy milyen az, amikor az ember pénzét egész egyszerűen leemelik a saját számlájáról. És hát talán ide érdemes megjegyezni, hogy a készpénz az, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eleme a mindennapjainknak, vállalkozók esetében, viszont ennek a kormánynak köszönhetően készpénzen számlát, hogyha jól tudom, havonta csak másfél millió forint összeghatárig lehet kiállítani. Éppen ezért a vállalkozóknak a nagy része, akik ezt az összeghatár túllépik, ők gyakorlatilag banki utalásokon keresztül intézik ugye a tranzakcióikat. Mondd el nekem, légy szíves István, hogy a te esetedben egészen pontosan akkor hol is van itt a bökkenő, illetve a bank az gyakorlatilag miben segítette a te problémádnak a megoldását, vagy miben nem? Üdvözöllek, de is nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán tudunk foglalkozni dolgunkkal. Szeptember 11-én, tehát tavalyi év szeptember 11-én történt velünk az, hogy a bank belső ellenőrző rendszeréből felhívtak minket, és megkérdezték, hogy indítottunk-e utalásokat, de mi nem csináltunk semmi ilyesmit, éppen aktuális dolgunkat végeztük. Visszakérdeztük, hogy milyen utalásokról van szó, hogy ne adj Isten az ütemezett utalásokat kérdezik-e, vagy ilyesmi, de aztán mondták, hogy 4 darab 2.700.000 forintos utalás ment el a számlánkról egy percen belül, a céges számláról. Mi azonnal kértük őket, hogy állítsák meg, tiltsák le, hívják meg. Melyik bankhoz mentek ezek az utalások? Bankon belül, mint később kiderült a bankon belüli utalásokról. Tehát lényegesen egyszerű műveletet volna ez a bank munkatársai részéről? Mindenképpen, hiszen ugye a saját számláján ő azt csinál, amit akar, ha összeget akar, zárol. Az egyik ugyanis két számlára ment 5.400.000 forint, tehát két számlára kétszer 2.700.000, és az egyik számlának a tulajdonosa, mint később ugye erre fényderült, vagy menet közben fényderült, ezek köztes számlák lettek volna, tehát mindenképpen meg lehetett volna állítani ezt az utalást. Tehát tovább volna az utalás? Így van, innen mentek volna tovább. Ugye ezek átlagemberről beszélünk, egy ceglédi, egyszerű munkás srác. Természetesen azért ennek is volt egy tortúrája, tehát maga a bank az nem segített visszahívni a pénzt az úriembertől, hanem külön pénzért, utalás összegéért kellett visszaküldje a pénzt. Nonsense. És még nekünk is, tehát az ellopott vagy elutalt pénzünk után nekünk is még az utalás költségét ki kellett fizetni. Tehát kvázi az ő széfjükből ellopott pénz után kellett nektek még fizetni az utalás költségét. Visszaérkezett 5.400.000 forint, de két napunkba be tudtunk menni a bankfiókba. Hát ott megint egy ilyen közelharc árán, de fel tudtuk venni a pénzt, mert hogy ugye nem jelentettük be, hogy 2.000.000 forint felett szeretnék. Valahogy a bizalmatok, akkor gondolom, hogy megcsapant a bank irányába. Érthető hát én azt gondolom, hogy ez érthető, ez az egyik, a másik, hogy hát ugye látjuk, hogy a cégnek a teljes pénzállományát le tudták utalni, illetéktelenek, akkor most én tulajdonképpen, ha visszakaptuk legalább a felét, akkor hagyj szaladjak, hagyj vegyem már föl, és hagyj tegyem már be a cégnek a házi pénztárába. Onnan tudom, hogy nem fogja ellopni senki. És mi a helyzet ezzel a maradék 2.700.000 forinttal? Ez hol van? Azóta kaptatok egy kártérítést, a rendőrség jelzette számotokra vissza, ha jól tudom, bíróságon keresetet adtatok be. Hol tart ez az ügy most? Hát jelenleg ott tartunk, hogy szeptember 11-én megtörtént a feljelentés, tavaly évben azóta a rendőrség ránk nem emelt a telefont, semmi, nulla. Tehát egy kérdést nem tettek föl, hivatkozott a bank, hogy a telefonunkat klónozták, a laptopunkat klónozták, és mit tudom én, milyen kémprogramokat telepítettek rá, de a rendőrség még mindig nem kérte el a telefonomat. Annak ellenére, vagy azzal együtt egyébként, hogy maga a bank biztonság azért hívott, mert ők nagyon jól tudják, ők figyelik az utalásokat, tudják, hogy nincsenek folyamatosan egy összegre való utalásaink, ezek alapján dolgozik egy bankbiztonsági rendszer, és amikor egy perc alatt elutalnak 4x2.700.000 forintot, hát azért hívott, mert ő tudta nagyon jó, hogy ezt nem mi csináltuk, csak ők ennyivel elintézték.
Hát ez egy érdekes történet, ami jól rávilágít arra, hogy gyakorlatilag, ha valakinek a pénze az nem kézzelfogható állapotban a zsebében, vagy a párnája, vagy a házi széfjében van, akkor egész egyszerűen két gomnyomással vagy kattintással eltüntethető valaki számlájáról. Én kívánom azért, hogy oldódjon meg nektek egy sikertörténetként ez az eset, és kapjátok vissza a jogosan megdolgozott kis pénzeteket, hiszen azért nem olyan kis összeg az 5.400.000 forint, azért nagyon sokat kell dolgozni. Azt, akik minden nap dolgoznak, talán át tudják érezni, és át tudják élni. Az pedig valami egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag fél év távlatából a magyar rendőrség, aztán utána a magyar bíróság is tehetetlen, a bankról már nem is beszélve, aki érdekeltlen annak érdekében, hogy titeket, mint partnerüket továbbra is megtartson, és természetesen kárpótoljon annak érdekében, hogy ne menjen rossz hírük, hiszen te jó dolgokat igazán nem tudsz most erről a bankról elmondani, mert egész egyszerűen úgy érzed, hogy az út szélén hagytak, de ebben az országban ez a szlogen, ez úgy látszik, hogy egyre inkább sajnos lejár, úgyhogy elég sok embert hagynak az út szélén. István, én remélem, hogy megoldódik ez a helyzet, és arra kérlek, hogy mindenképpen keressél minket, és számolj be majd a jövőben arról, hogy hogyan alakult ez az eset. Mindenki másnak pedig talán jó üzenet az, hogy igenis harcoljon a készpénznek a használata és megmaradása érdekében, mert láthattuk azt is, amikor Kanadában a tüntető kamionsofőröket úgy büntették, hogy egész egyszerűen zárolták a számláikat. Tehát onnantól kezdve hiába volt esetleg megtakarított pénzük a saját, hozzáteszem a saját számlájukon, azt egy politikai döntés alapján lehetett zárolni, innentől kezdve földön futókán nincs, teleneké tették őket, még a hely megváltoztatására sem adtak még lehetőséget, hiszen nem tudták megtankolni akár az autójukat, vagy nem tudtak maguknak bevásárolni a helyi közértben. Tehát óriási veszélyt rejt magában ez a téma, és értelemszerűen a Mi Hazánk mozgalom következetesen kiáll a készpénz használat mellett a jövőben is.